Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Kedves nézőink, Szárhegy községhez tartozik Gübüc település, egy kis falu. Innen köszöntöm Önöket. Itt fogunk látogatni, és kérem, tartsanak velünk ezúttal is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! Szép jó napot! Isten Maruska! Maradjon Mariska néni, nem muszáj Filkei. Csak a lábait ügyesen így, és utána így. Kirakom a gyógyszerekét, elviszem a ruhákot, és aztán később hozom az ebédet. Szárhegy községhez tartozik Gübüc település. Mi az, amit, hogyha senki nem hallott Gübücről, mi az, amit mindenképpen tudni kell erről a településről? Gübücről kell tudni, hogy egy kis közösség él ott, egy közel 180 lelket számláló faluról van szó, amely valójában sokáig el volt szigetelve úgymond a külvilágtól, de most már az utóbbi időben főleg a falugondnokságnak köszönhetően nagyon sokat segít a falugondnokság az ottani emberekről. Amit nagyon fontos és kell tudni az, hogy nagyon sok az idős ember, akik rászorulnak segítségre, azoknak nyújt nagy segítséget a falugondnokság, amely tulajdonképpen összeköti úgymond őket most már a központtal, a községi központtal, illetve a várossal. Ugye nagyon sok orvosi meg gyógyszertári problémák vannak, amelyeket meg tudnak oldani így. Amit a településről kell tudni, hogy egy festői környezetben lévő kis település, amely az utóbbi években azért elég sokat fejlődött. Egyre többen költöznek oda, egyre többen építenek nyaralóházakat, illetve lakóházakat is most már nagyon sokat javítanak fel, illetve vásároltak telkeket meg az utóbbi időben. Tehát milyen megélhetési lehetőségek vannak ezen a településen? Mezőgazdaság. Mezőgazdaság a fő megélhetési lehetőség, illetve amint említettem is, hogy nagyon sok az idős ember, többnyire nyugdíjasok, illetve ilyen olyan támogatásokból, szociális meg más támogatásokból élnek. Sajnos, hogy nincsen igazi megélhetés. Ma már ugye, ami volt régebben a fakitermelés, fa megmunkálás, az is hanyatlott, teljesen más irányt kapott ma a fakitermelés, amelyben nem igazán tudnak részt venni. Egyetlen egy vállalkozást tudok, amely Gübücön azért valamilyen szinten a fával is kapcsolatban van, de a megélhetést inkább a mezőgazdaság biztosítsa, és főleg az állattenyésztés. Miért jó például az, hogy létezik a Caritáson belül egy ilyen falugondnokság? Hát, amint említettem, az idős embereknek problémás azért elmenni az orvoshoz, problémás a gyógyszereket beszerelni. Vannak olyan emberek, akiknek egyszerűen problémás az, hogy a fát, a mindennapi tüzelőjét bevigye, éppenséggel vizet, stb. Rengeteg dolgot tudnak segíteni, illetve sajnos nagyon sok beteg ember van. Hogyan látja azt, hogy a jelenlegi törvényes keretek mennyiben engedik, vagy mennyiben segítik elő maga a falugondnokságnak a tevékenységét, illetve a tevékenységi körét? Hát azt kell mondjam, hogy semennyire.
A jelenlegi törvénykezések azért nem igazán segítik, hogyha csak annyit mondok, hogy úgy, mint falugondnokság, még a munka besorolásokban sem található fel, amit úgy nevezünk, hogy kódkánye sincsen ennek a tevékenységnek, akkor lehet gondolni, hogy mennyire segíti. Szóval szerencsére, hogy van a Caritas, aki ezt fel tudta vállalni, illetve ő végzi ezt a tevékenységet, az természetes, hogy mi támogassuk a Caritas, vagyis a falugondnokságnak, mondjam azt, hogy a működtetéséhez szükséges, gondolom, hogy egy olyan 60-70%-ban azt mi a község állja ezt a pénzösszeget, viszont csak akkor tudnunk meg, hogy mennyire fontos, hogyha ne adj Isten megszűnne és nem létezne. Mert olyan természetes, hogy bizonyos dolgokat elvégeznek és nagyon sokat segítnek az embereken. Szárhegyen, és nem csak Gödöcről van szó, amikor falugondnokságról beszélgetünk, mert azért Szárhegyen is vannak emberek, akik rászorulnak. De volt egy ilyen érdekes helyzet Szárhegyen, ahol egy idős néni Caritasnak köszönheti, hogy szerintem. Kimerem mondani, hogy túlélte a telet. Szóval olyan körülmények között volt, hogy ha Caritas ne lépjen közbe és ne segítsen, akkor nem tudom, hogy a néni túlélte volna a telet egyáltalán. Gondolom minden eset különleges, tehát különleges bánásmódot igényel, vagy különleges helyzetkezelés, vagy nem is tudom, hogy igazából, hogy lehet az ilyen érzékeny helyzetekkel bánni, fogalmazni. Tehát maga a Caritas és a falugondnokság hogyan tudja összeegyeztetni azt, hogy szakmailag is megfeleljen a követelményeknek, és konkrétan a személyes helyzeteket, vagy a különleges helyzeteket a lehető legjobban kezelje. Tehát gondolok... Hát ezt csak úgy tudják megoldani, hogy azok az emberek, akik ezzel dolgoznak, a szívlélek. Szóval nem munkahelyként kezelik ezt a tevékenységet, hanem egy hivatásként, mert ezt nem lehet munkahelyként kezelni. Mert ugye szertágazó ez a tevékenység, amit említettem, a fa, víz, meg egyéb probléma, meg bevásárlás, illetve bármilyen segítségtől éppen a pelenkázásig minden beletart. Szóval így, hogyha megnézzük ezt a skálát, akkor tényleg nem lehet ezt úgy végezni, hogy ezt 8 órás munkának elképzelem, és kész utána eldobtam a lantot, és hazamentem, nem. Itt, amit én tudok, hogy a Caritasosok reggel is, este is, délbe is kaját hordnak ki, ebédek, nem tudom pontosan számszerűleg, hogy hányat, de Gödöcre is hordnak ki ebédet az embereknek, akik rászorulnak. Úgyhogy egy olyan tevékenység, amit csak hivatásként lehet végezni. Mi lenne az a helyzet, vagy az a szerencsés helyzet, ami az ilyen hátrányos helyzetben lévő, akár családok, személyek, nek lehetne segíteni? Tehát gondolok akár gazdasági körülményekre, vagy nem tudom, egy jobb szociális hálónak a kialakítására. Hát szerencsés helyzet az lenne, hogyha én úgy gondolom, ami volt régebb is, hogy azért a családok összetartóbbak voltak, és a fiatal generáció gondoskodott az idősebb generációról, vagy fordítva. Ma már sajnos olyan világot élünk, hogy ki kell mondanom, hogy általában az itt a fiatalok szabadulnak az idősektől. A szociális hálóra pontosan ezért van ennyire szükség, mert ugye mindenkinek a munkahelye, meg a munkaviszonya, és mondjam azt is, hogy egy picit az ember a saját életével, a saját jövőjével foglalkozik, és akkor azt mondja, hogy ez nekem nyűg, meg baj, és ezért van szükség a szociális hálóra ilyen szinten. Na, szép jó napot! Kutyát, Gerges! Na, szép jó napot ide bent is. Tessék, elég mérjünk egy vérnyomást. Mindenképp helyre jöttél. Helyre jöttem, hosszas volt, de helyre jöttem, már helyre. Nincs. Na, az a lényeg. Na. Elég nagy a vérnyomása, nem ilyen szokott lenni. 160 per 110. Hát volt még 180 per 110 is. Elveszem a fisács, akkor tessék idadni a kártyát, hogy a gyógyszereket írassam fél. Akkor kéne, lefizessem, ma hónap már 15-ig. A 4-5 doboz. Alprazolamot tessék íratni, mert hanem. Jó. Megfutamodok. Ne. Vagy egész éjszaka nem orszul. Aludni kell, akkor napközben az ember még fáradtabb, s ha nem aluszik, akkor még a vérnyomás is elmény. Most a pénzt adjam, hogy vagyok, akkor tetszik. Nem, mikor hozom, akkor tetszik adni. Na, viszont látásra további szép napot, szerdán hozom a gyógyszereket.
Gyergyószárhegy községhez tartozik Güdüc, és itt működik falugondnokság. Mi az, amit tudni kell róla? Hogyan kell elképzelni egy falugondnokságot? Én egy éve dolgozunk a Caritasnál. Jelen pillanatban nem is mint falugondnok, hanem otthoni beteg, ápoló, gondozó. Tehát azt tudom elmondani, hogy én milyen munkát végzek konkrétan. Tehát ami Güdüc faluba teljes mértékben, amire szükség van. Van, akinek kiíratom a gyógyszert, kiveszem a gyógyszertárból, elviszem. Másnak a bevásárlását intézem. Akinek nincs kutya, nincsen vize, elviszük a ruháit, megmosatom, visszaviszem. Akit kontrollra kell vinni, mert vannak a betegek közt olyanok is, aki cukros 3 havonta ellenőrzésekre járnak, azokat a szakorvoshoz vagy a laborba. Aki annyira járó beteg, az hozom az orvosi rendelőbe, felírassa a gyógyszereit, kiveszi a gyógyszertárból, bévásáról. Olyan beteg is van, akit per pillanat pelenkázni kell, tehát azt a munkát is végzem, és esetenként ebédet hordok, aki egyedül él, nem tud már főzni, reszket remeg a néninek a keze, és akkor nekik ebédet viszik. Tehát ez egy olyan munkakör, ami nagyon sokunk számára egy kicsit elképzelhetetlen, tehát nem is tudunk igazából belegondolni, hogy ez mit is jelent. Tehát hogyan kell azt elképzelni, vagy egyáltalán milyen működési elve van, vagy hogyan mérik fel, hogy melyek azok a családok, vagy melyek azok az személyek, akik olyan helyzetben vannak, hogy gondozásra szorulnak. A családdal kapcsolatba lépünk. Például most van egy eset, a néni megkeresett, egy éve meghalt a férje, lebetegedett, szívivel is gond van, tüdeivel is gond van, többször kell orvoshoz menjen, nincsen autó a családba, a fia az udvaránnél például, de nincsen lehetőség, hogy hordozgassák, és akkor most megkeresett, hogy ő is szeretné, hogyha felvevődne a Caritashoz, és akkor ettől arrafelé, tehát őt is elvinni orvoshoz, gyógyszeríratni, vagy hivatalos ügyeket úgymond intézni, tehát valamilyen nyomtatványokat, hogyha ki kell tölteni, akkor abba is segítünk, vagy ilyen dolgok. Tehát általában még keresnek. Hogyan kell emberileg is kezelni, mert nem csak mint szakember, hanem gondolom azért emberileg is kell valamilyen formában kezelni a helyzetet. Tehát, hogy ön hogyan látja, vagy hogyan tud szakemberként is megfelelni a különböző helyzeteknek, meg emberileg egyáltalán hogyan dolgozza fel ezeket az érzékeny helyzeteket? Hát emberileg én úgy gondolom, hogy mint általában olyan munkakörök, amihez nem elég csak, hogy az ember a munkáját végzi, hanem kicsit hivatásnak is kell érezze ezt a munkát, és akkor elég egész jól lehet végezni. Tehát egy bizonyos szinten ilyen hivatásnak is érzem, nem csak munkának ezt a munkakört. Személyes kapcsolatok is alakulnak ki, gondolom, hogy ők is meg kell bízzanak önbe, tehát egyfajta bizalomra is szükség van. Nehéz ezt a bizalmat kiépíteni? Hát ember típusa válogassa, van, aki előre nehezen fogadta. Tehát olyan néni is van, akit megfürdetik például, tehát ezt el kell fogadni, egyszer ahhoz meg kell bízzon bennem, hogy elvégezhessem nála ezt a munkát, vagy fát hordok esetenként, ha szükséges, vagy tüzelik, vagy éppen a bankból a pénzt idadja a kártyáját, hogyha fél kell venni, tehát a bizalom az kölcsönös kell legyen a köztem és az ellátott között mindenképp, és minden eset más. Vannak olyanok, hogy ezt elmondom magának, de nehogy valakinek elmondja, és erre szoktam mondani, hogy az ajtón menjek ki, én mindig megbotlom, és amit bent beszélgettünk, azt elfelejtettem. Milyen érdekes helyzetről tudná esetleg mesélni valami, ami pozitív dolog, tehát hogy sikerült valami olyasmit megoldani, amit esetleg máshol nem lehetett volna.
Hát elég sok pozitív van, úgymond. Most idősek klubjába is kezdtek járni a nénik, ami eddig Gödöcön nem volt, de most meg van szervezve, és bejárnak Szárhegyre a kultúrházba. És a másik érdekes, vagy legérdekesebb eset mondjam így, hogy így a nyáron így kezem közt született meg egy gyermek, mert nem értünk el a kórházba, vagy míg a mentő kijött például, addig még lett a baba. Ahova járok, és amit megbeszélünk, tehát azok az emberek mindig várják azt, amit előre, mert mindig megbeszéljük, mert orvoshoz is nem egy embert viszek például, hanem megbeszéljük, hogy ezen a szerdán 3-4-et, akiket el kell vigyek, tehát azt, és akkor azt várják, azt az időpontot, az meg van egyezve, és várnak, mindig várnak. Tehát ez napi rendszerességgel történik? Az orvoshoz járás az heti rendszerességgel történik, Isten igazából nem napi rendszerességgel, mert azért Gödöc az egy kicsi település, tehát és eléggé elidősödött. A diákokat ugye elhozza az iskola, busz hazaviszi, mert nincsen iskola, hanem más tevékenységek, ami marad, azt kell a... És mi lenne a legszebb dolog egy ilyen munkakörben, amit kiemelne? A legszebb dolog az, hogy tehát látni annak az idős embernek az arcán az örömet, mikor valami olyant teszünk neki, tehát szeretem őket, szeretve vagyok, úgy érzi. Na, szép jó napot! Na, a ruhát lejtettem, Róza, hogy vigyem el most. No, ez a kicsi kereszt leányom, ez született a kezelünk között. Na, jól vagy, Manóka? Kicsit meg van hűlve. Kicsit meg van hűlve. És el kell menjek a rendelőre. Akkor vigyük az orvoshoz, írassan fél. Igen, föltem, meg körülök én is, ő is. Jó. Jó, rendben. Menjünk. Akkor íratom fél. Te beteg vagy én? Mi? Szóljál egyet, Noah. Nálunk egy beteg elkapta az egész. Szóljál egyet, Noah. Hogy... Jó, na akkor holnap menjünk az orvoshoz. Mert betegek vagyunk, én is, amint meg ő segít. És a nagyok? Azok iskolában vannak. De betegek ki? Hát köhögnek ők is, majd elkaptuk. Hát akkor nem lehet iskolába elkaptuk. Járni, hogyha köhögnek. Elkaptuk. Viszlát, további szép napok. No, mondjad, pápa, hogy szoktad? Pápa, amikor menjük el, hogy ennyit szoktál, szemed serebbe. Na viszontlátásra, szerusztok. Hogyan látja azt, hogy egyáltalán Szárhegy községről, tehát most nem csak Gödöcről, hanem Szárhegy község viszonylatában, hogy a fiatalok mennyire találják fel magukat itthon? Mennyire van lehetőség itthon valamit tenni, valamit elkezdeni? Én azt szoktam mondani, hogy aki akkor, az meg tud élni itthon is. Én nagyon sokat jártam a nagyvilágba, még mielőtt polgármester lettem, azelőtt is, és rálátásom volt azért, hogy az emberek itthonról elmennek, és szószoros értelemben olyan munkákat elvégeznek ott szolgaként, amit itthon semmi pénzért nem csinálnak meg. De ott megcsinálják. Ez egy érdekes jelenség azért, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy a határon túl Kánoán van. Na hát én azt mondom, hogy nincsen Kánoán, ott is kell dolgozni. Nagyon keményen kell dolgozni ott is, hogy az ember meg tudjon élni. Viszont én azt mondom, aki akar dolgozni és meg akar élni, az itthon is meg tud élni. Erre biztos, hogy nagyon sok embernek megvan a válasza, hát igen, de a vállalkozók nem fizetnek, úgy. Megvan a lehetőség, kell vállalkozni. Mert lehet vállalkozni. Az embernek azért jár az agya, és gondolkodik, hogy valamit kitaláljon, ami tényleg a megélhetését biztosítsa. De nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon-nagyon kitartóan, céltudatosan és következetesen kell dolgozni ahhoz, hogy eredménye legyen. Amennyiben ön 18-20 éves lenne a jelenlegi helyzetben, melyik lenne az a vállalkozás, amelynek neki fogna, vagy befektetne? Hát az a legtöbb emberben ugye a leggyorsabban pénzt szerezhető mód az a kereskedelem lenne. Én nem fogni kereskedelembe, illetve nem is fogtam valamikor sem, mert köztudott, hogy én a vállalkozói szférából jövök. Én ma pillanatnyilag, amit látok, és ami nagyon sok támogatást és jó támogatásokat kap, az a mezőgazdaság.
mezőgazdaságba fognék inkább neki, mert erre vannak nagyon jó elokvens példák a faluba azért, hogy néhány gazda az utóbbi 10 évben nagyon is tőkeerős lett, és nagyon stabil pozíciója van azért a piacon is, úgyhogy a mezőgazdaságban van fantázia. Én mindig is azt szoktam mondani, hogy az élelmiszer az, amire szükség van, amíg ember van a földön. Hogy azt olcsón vagy drágán veszik meg, de megveszik. És a mezőgazdasági termékekre, mivel hogy élelmiszerről van szó, azt megfogják. Kedves nézőink, lassan műsorunk végéhez értünk. Én köszönöm szépen figyelmüket és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek továbbra is. Ha tehetik, látogassanak velünk jövő héten is. A legközelebbi viszont látogatásra.